Erős Várom Istenünk, szeretettel köszöntöm a mai Biblióránknak a nézőit, hallgatóit. Ezt a Bibliórát most felvételről kapják a testvérek, mert egy konferencián veszek részt. Kérem, hogy így is fogadják szeretettel. A Bibliórai sorozatunk az a feltámadásról szól. Feltámadás képzetek, halálon túli elképzelések a Bibliában, és most még az Ószövetségnél tartunk. A mai témánk Dániel könyvében a halottak feltámadása. De még mielőtt ebbe belevágnánk, kezdjük el egy segítségkéréssel. Legyen ez a mai Bibliaóránk is. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megosztom a képernyőt, és elkezdjük egy énekkel. Az 502-es énekünket fogjuk énekelni. Az elején az első három versét, és aztán majd a végén az utolsó, az ötödik versét. Bizony betelik az idő, és Isten fia eljő, a világbíró a dicső, az ítélős megmentő. Elnémulgó gúnyos nevetés, tűz után jön új teremtés, mint szent könyvünk megírta. Angyal hason a hangja szól, e földön minden népnek, a halottak hamvaikból, mint nyomban előlépnek, parancsszavára az Úrnak. Átváltoznak, megújulnak, kik élnek még a földön. Megnyílik a könyv, amiből tett szándék kiviláglik. Mentségek vára romba dől, bűn vakmisége ásít. Akkor mindenki tisztán lát, megérti vétkes önmagát, hogy mit tett életében. Hallgassuk meg a mai igéket az útmutatóból. Izrael szolgám vagy, kiválasztottalak, nem vetlek el téged. Ézsaiás proféta könyve 41. fejezet 9. verséből. És az új szövetségi párja a Római Levél 11. fejezetéből. Pál kérdése, elvetette Isten az ő népét? És ő maga válaszol, szó sincs róla. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy velünk vagy, hiszen mi is a te népedhez tartozunk Jézus Krisztus által, és köszönjük, hogy te nem akarod elvetni ezt a népet, hanem békességedben, szeretetedben őrzöd,
Köszönjük, hogy ezt a közösséget is, ezt a mai Bibliaórát is meg szeretnéd áldani, és ezáltal is erősíteni szeretnéd azt, hogy hozzád tartozunk, és a te gyermekeid vagyunk. Kérünk, erősíts meg bennünk azt a reménységet is, amiről ez a sorozat szól, hogy előre felé tekintve, a jövő felé nézve is legyen reménységünk, és az előre mentek felől is, és majdan a mi halálunk felől is többet lássunk, mint egy elsorvadást, egy elpusztulást, hanem megláthassuk azt, amiről te már a prófétákon keresztül, de legfényesebben, ami Urunkon Jézuson Krisztuson keresztül kijelentést adtál. Kérünk, áld meg a mai bibliaóránkat. Amen. Kedves testvérek, Dániel próféta könyvében van egy jeles rész, ami a halottakról szól, és mivel Dániel próféta könyve elég későn keletkezett az Ószövetség könyvein sorában, ezért mondhatjuk azt, hogy ebben csúcsosodik ki mindaz, amit a halottak feltámadásáról egyáltalán ószövetségi értelemben megfogalmaztak. De még mielőtt közelebbről megnézzük ezt az igeszakaszt, nézzük meg egy kicsit átfogóan, hogy Dániel könyvéről mit kell tudnunk, és ehhez most megosztok egy másik oldalt. Dániel próféta a Biblia tudósok szerint nem lehet az írója annak a könyvnek, aminek ő a főszereplője. A proféták sorában találjuk Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel, Dániel a mi Bibliánkban. Egyébként a zsidó Bibliában nem még csak a proféták közé sem sorolták be, hanem a más iratok közé, és csak a héber Bibliának a görög fordításában került, sorolták vissza a többi proféta közé. Ez azért lehetséges, mert a fogság után született ez a könyv, és igazából egy apokaliptikus műről van szó, de ezt majd még később kifejtem. Dániel viszont egy valós személy volt, igaz és bölcs zsidó férfiú, istenhívő és értelmiségi, akit Krisztus előtt 606-ban deportáltak társaival együtt Babilonba. És az ő személyét és az ő Istenhez való hűségét, hitében való álhatatosságot, bölcsességét, azt tulajdonképpen példává teszi a könyv. Mondhatnánk azt is, hogy egyfajta tanító, hitben bátorító irat, másrészt pedig apokaliptikus mű, ami azt jelenti, hogy különböző isteni titkokat kijelentő, felfedő irat egy olyan korban, amelyben szükség volt arra a zsidó népnek, a szenvedő zsidó népnek, hogy Istennek a történelem feletti hatalmát bizonyítsa, és az utolsó idők, a végidők felől eligazítsa a nyomorúságban lévő zsidóságot. Tehát nem a fogságban született, mint ahogy ugye gondolnánk azok alapján, a történetek alapján, amik benne vannak, hanem jóval azután. És Dániel személyét a szerző tekintélyként alkalmazza, meghívja, és ezáltal próbálja hitelesíteni. A Makkabeusok kora adja azt a hátteret, amikor ez a könyv születhetett. Közelebbről IV. Antiochosz Epifánész, szír uralkodó, aki egy kegyetlen zsarnok volt, és a zsidókat elnyomta és üldözte, sőt, nagyon sokakat kivégeztetett közülük. Ugye ő volt az, aki szentségtelenítette a templomot, Jeruzsálemben bevitte a maga bálvány isteneit, és
emiatt ott megállt a kultuszi élet, tehát a zsidók onnantól kezdve nem akartak belépni a templom területére, és az uralkodó Epifánész lehetetlenítette ezzel a kegyetlen cselekedetével az Isten tiszteletet. Hogy a Biblia kutatók miért tudják 167 és 164 közé tenni nagyjából Dániel könyve keletkezését, az azért van, mert nagyon viszonylag részletesen hoz olyan, vagy utal olyan eseményekre, amelyek akkor történtek, tehát lázadás, ellenállás, szenvedés, a népnek a szenvedése az uralkodó alatt, de a templom újra szenteléséről már nincs szó Dániel könyvében, tehát tulajdonképpen arról a helyreállításról, amikor egy kicsit föllélegezhettek a Antiochosz uralma alól, máshova vonult valószínűleg hadjáratra, és ekkor visszafoglalták tulajdonképpen a templomot, a makkabeusok, újra felszentelték, megtisztították, és ugye a Hanuka ünnepe erről emlékezik meg a zsidó körében. Aztán nem említi Antiochosz Epifánész uralkodónak a halálát sem a Dániel könyve, és ezért gondolják, hogy egy olyan kortárs szerző, aki mindezeket az eseményeket látta, szemtanúja volt, de még éppen tartott az üldözés, a nyomorúság, és az olyan kegyetlen volt, és olyan méreteket öltött, hogy az apokaliptikus irodalomhoz, a már akkor a zsidóság körében is használt, és szépen lassan kialakult apokaliptikus irodalom eszközeihez is kellett nyúlnia a szerzőnek, hogy azzal, azáltal bátorítsa a szenvedő zsidókat, a honfitársait. A könyv első 6 fejezete tulajdonképpen a Dániel prófétával történtek, Babilonban és társaival történteknek a cselekményeit írja le, a különböző babiloni királyok idején, és ezeket hitépítő jelleggel fogalmazza meg. Így például az a történet is, ugye, amikor az oroszlánok vermébe kerül Dániel, ez is tulajdonképpen az álhatatosságnak, a bátorságnak a példáját jeleníti meg. Aztán a könyv második fele, 7-től 12. fejezetig a világtörténelem uráról, Istenről szól, hogy a birodalmak kialakulása, terjeszkedése és eltűnése, és ezeknek a váltakozása ne rémítse meg a választott nép tagjait, hanem ezeket azért sorolja, és azért adja elő, ugye mitológikus köntösben, ilyen eléggé rémséges különböző állatok felvonultatásával, hogy így erősítse a szenvedő honfitársait, hogy a világ történelem ura az ő Istenük, és semmi sem történik az ő akarata nélkül, és igazából ő teljesíti be a történelmet, ő hozza el majd az idők végét, és ő fogja feltámasztani az övéit, az igazakat, és ő lesz majd aztán az új korszaknak, az új ájonnak bekövetkeztének is a felelőse, és az üdvösségnek az elhozója. Tehát a Dániel könyvében jól megfigyelhető az az ív, amit itt zárójelben mutatok, hogy közel a végidő, jön majd az ítélet, Isten elhozza az ítéletet, az ítéletben megtöri a gonosz hatalmát, ami most még tombol, aztán Isten uralma el fog jönni, és az igazak üdvösségre jutnak. És most kell egy kicsit arról beszélni, hogy mi is ez az apokaliptika. Apokaliptika szó, görög eredetű szó, azt jelenti, hogy felfedni, méghozzá titkokat felfedni és
megjeleníteni, kinyilatkoztatni. És ez a teológiai irodalmi műfaj a zsidóság körében már Krisztus előtti 4.-5. századtól kezdődően kezd kialakulni, illetve különböző hatásokra, bölcsességirodalom fejlődése, de például a babiloni fogság hatására is kezdik átvenni és beépíteni a maguk teológiai látásába. És ez arról szól, hogy az utolsó időkben hogyan hozza el Isten azokat a fordulatokat, amelyek bár félelmeteseknek tűnnek, és félelmetes jelenségek kísérik azokat, a korszakváltást, de mégis Isten vezetése alatt biztos tájékozódást tudnak adni azoknak, akik ezt a tudást megszerzik, megkapják, éppen a titkos kijelentésen keresztül, tehát a felfedésen keresztül, prófétai felfedésen keresztül. Az apokaliptikus irodalomnak megvannak a maga jellemzői, például az, hogy szimbólumokban beszél, például az, hogy szimbolikus állatokat vagy elképzelt állatokat használ és vonultat föl. Így például Dániel könyvében medvét, párducot, akkor egy olyan szörnyeket, amelyek ilyen kimondhatatlan, megnevezhetetlen kinézetű, de félelmetes szörnyek különböző szarvakkal, és így tovább. Aztán nagyon jellemző még az, hogy van egy égi közvetítő, egy angyal, aki általában ezt az apokaliptikus üzenetet megosztja a prófétával. Dániel könyvében Mikáelről és Gábriel angyalról van szó ilyen értelemben. És látomások is jellemzőek az apokaliptikára. Látomásokban részesül az, aki a kijelentést kapja, vagy pedig hallomások, audíciókban is részesülhet. Úgyhogy mindez jellemző az apokalipszisre, mint műfajra. És Dániel könyvében is, főleg a második részében találunk ilyeneket. Most nézzük meg azokat az igéket, amelyek a halottak feltámadására utalnak. Ehhez megint megnyitjuk vagy megosztom a képernyőt. És a Dániel proféta könyvének 11. fejezeténél kell kezdeni, hogy egy kicsit lássunk rá arra, hogy ez a 4. Antiochos Epifánész, ez milyen, hogyan bánt a zsidókkal, milyen kegyetlen zsarnoksága volt. Igen, itt van, tehát a 21. verstől olvasom. Az ő helyére áll egy gyalázatos. Nem neki szánják a királyi hatalmat, váratlanul bukkan fel, és csellel szerzi meg a királyságot. Seregek szélednek szét előtte, és megsemmisülnek, még a szövetség fejedelme is. Mert mióta barátságot kötött vele, mindig állnok volt. Aztán itt írja, 31. verstől, a parancsára előállnak csapatai, meggyalázzák a megerősített szentélyt, itt a templomról van szó, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és fölállítják az iszonyatos bálványt. Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat ráveszi, hogy elhagyják hitüket, de azok, akik ragaszkodnak Istenükhöz, bátor tetteket visznek véghez. Az értelmesek sokakat meggyőznek a népből, de fegyver, tűz, fogság és fosztogatás miatt elesnek egy időre. Elbukásuk idején kapnak egy kevés segítséget, mire számításból sokan csatlakoznak hozzájuk. Az értelmesek közül is elesnek néhányan, hogy kipróbáltak, tiszták és fehérek legyenek a vég idejére, mert még nincs itt a megszabott idő. Itt tehát arról van szó,
hogy vétkeztek a szövetség ellen, itt azon zsidókról van szó, akik átálltak a hellenizálódott tömegekhez, és tulajdonképpen a szír uralkodó kultúrájához, és az ő uralmának a kiszolgálóivá lettek, és megtagadják ilyen módon az Isten elkötött szövetséget. Elhagyják a hitüket, de vannak olyanok, akik ragaszkodnak bátran, megmaradnak az Isten elkötött szövetségben. Közöttük vannak, akik értelmesek, akik sokakat meg tudnak győzni, de ezeknek a része lesz aztán az üldözés, a fegyver, a tűz, a fogság, és fosztogatás, üldözés. Ők a Makkabeus féle felkelésben kapnak ugyan egy kis támogatást és segítséget, és ekkor sokan csatlakoztak mégiscsak hozzájuk, de aztán ugye ennek több köre volt ennek a felkelésnek, és aztán végül is győzedelmeskedett, de az később volt. És nézzük meg a 12. fejezetet. Itt látjuk tehát a Dániel proféta könyvének utolsó fejezetét, és ebben van szó kimondottan a halottak feltámadásáról. Olvasom az elejétől, és majd válogatott verseket. Abban az időben eljön Mihály a nagy vezér, aki a te néped mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak addig az időig. De abban az időben megmenekül néped mindaz, aki be lesz írva a könyvbe. Azok közül, akik a föld porában alszanak, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az értelmesek fénylenni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mind örökké. Te pedig, Dániel, tartsd titokban ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévegnek majd, de az ismeret gyarapodik. És itt még a végéről, a 8. verstől olvasom. Hallottam ugyan, de nem értettem, ezért megkérdeztem. Uram, mi lesz végül mindebből? Ő így válaszolt. Menj el, Dániel, mert ezek az igék titkosak, és le vannak pecsételve a végső időkig. Sokan megtisztulnak, fehérek és kipróbáltak lesznek, a bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az értelmesek megértik. Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatot, és felállították az iszonyatos bálványt, 1290 nap telik el. Boldog, aki állhatatos marad, és megéri az 1335 nap végét. Te pedig menj a vég felé, elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a végső napon. Ugye itt a végén látszik, hogy említ bizonyos számokat, 1290-1335 nap. Ez még jellemzője az apokaliptikának, hogy a szám misztikában is belemegy, és a szám misztikát, illetve próbálja meg az időket kiszámolni, megtudni, és hát Isten kijelentéséből is megfejteni. És Dániel könyvében is vannak ilyen titokzatos számok, és ezeket a Biblia tudósok is igyekeztek megfejteni. Hát nagyon sok olvasata lehetséges ezeknek, attól függ, hogy
ezek éveket jelentenek, vagy a különböző hetekről is szó van Dániel könyvében, hogy azt hogyan lehet értelmezni, de mi most ezekben nem megyünk bele. Mindenképpen jellemzője ez is, tehát az apokaliptikus műfajnak. Itt a 12. fejezet elején látjuk, hogy a föld porában alvókról van szó, azokról a halottakról, akik mártírok lettek a kegyetlen zsarnok uralkodó üldözése során és kegyetlenkedései során. Itt róluk van szó, mert ezek a mártírok, ezek az igazak, akik hűségesek voltak és kitartottak Isten szövetsége mellett, azoknak kell, hogy igazság tételül Isten megadja majd az új életnek a reménységét. És Dániel, illetve hát a könyv szerzője Dániel nevében ezt ígéri meg, és ezt prófétálja, jövendöli meg. Némelyek viszont gyalázatra és örök utálatra fognak fölkelni, tehát itt szó van a nem igazaknak a föltámadásáról is, vagy a pogányoknak a föltámadásáról is, gyalázat és örök utálatra. Tehát itt látszik, hogy a halál utáni sorsa az embereknek az már ketté válik Isten ítéletében, és lesznek, akiknek a része az üdvösség lesz, az örök dicsőség, vagy a fényeskedés, ahogy itt ezzel a képpel megragadja Dániel, vagy ahogy ő kapja, fényleni fognak ezek az értelmesek, más fordítás szerint az okosok, vagy ugye az igazak, akik igazságra vezettek másokat. Tehát ugye a tanúskodásuk, a helytállásuk, a szövetségben való kitartásuk, az bizonyította Istennek az igazságát. Tehát ez a kép, hogy csillagként tündökölnek, ragyognak, ez innen ered, és ugye, tehát filmekben is halljuk ezt néha, hogy az örök világosság fényeskedjék neki, ez talán innen ered. Visszatérve még a büntetésre, tehát a halál utáni büntetésre, tehát azoknak, akiknek a részük gyalázat és örök utálat, itt nem csak a pogányokról van szó, azokról, akik kegyetlenül elbántak Isten népének a tagjaival, az álhatatosakkal, az igazakkal, hanem talán azokról is, akik árulóvá lettek, akik átálltak a szír uralkodónak a talpnyalói közé, és az ő kultúrájának az éltetői közé, és ezzel megtagadták az Isten tiszteletet, megtagadták a kultuszban való részvételt, megtagadták a zsidóság szent örökségét, az ő saját életüket féltve. Tehát itt valószínűleg róluk is szó van, és lehet, hogy ez a kétféle megkülönböztetés, hogy gyalázat és örök utálat, erről is szól, hogy melyiknek melyik, azt viszont már lehet találgatni csak. Lehet, hogy a gyalázat inkább az árulóknak szól, és az örök utálat pedig a kegyetlen gyilkos pogányok büntetése. Szó van még itt arról, hogy ezeket a titkos kijelentéseket, igéket, kijelentett igéket meg kell őriznie, illetve le vannak pecsételve a végső időkig. Úgyhogy Dániel ebbe betekintést kap, ebbe a titokba, ebbe az apokalipszisbe. Ezt ő azért kapja meg, hogy a honfitársait ezzel bátorítsa, erősítse, és fölkészítse a közelgő ítéletre, ami tulajdonképpen a végső idők beköszöntét is jelentette volna, tehát az ő elképzelésük szerint. Mivel nem tudták, hogy mikor jöhet el az Isten ítélete, de a nagy nyomorúság, a nagy szenvedés miatt ezt közelre várták. Úgyhogy így tudjuk megérteni, hogy
ha megnézzük, nem csak a zsidóság történelmét, de ugye a kereszténység történelmében is voltak olyan szenvedéssel teli időszakok, háborúk, járványok, katasztrófák, amikor az emberek megrémültek, megijedtek, és a szenvedésnek a nagy mértéke miatt azt gondolták, hogy most jön el a vég, most jön el Isten ítélete, tehát amikor maga elé rendel mindeneket, élőket és holtakat, és akkor elhozza a történelem végét. Ugyanezt kell, ezt kell valószínűsítenünk ebben a történelmi helyzetben is, Antiochus Epifánész kegyetlen uralkodása idejére, amikor a Dániel proféta könyvének a szerzője ezekkel a látomásokkal erősíti a szenvedő honfitársait. És az az érdekes, hogy ezt a proféciát, ezt a látomás sorozatot, ezt a kijelentés sorozatot aztán ugye nem csak ők használták haszonnal, és hitükben való kitartás megerősítésére, és az álhatatosságuknak a munkálására, tehát ugye az üldözőikkel szemben, hogy tartsanak ki még akkor is, hogyha kegyetlenek, hogyha kínozzák őket, és verik őket, és mindenféle gyalázatos dolgot művelnek velük, és a kultuszukkal, akkor is tartsanak ki, hogy ezt nem csak ebben a korban tudták sikerrel alkalmazni, ezt a kijelentést, hanem innentől kezdve ez átlényegül ez a szöveg, és későbbi korok mártírjai számára ugyanúgy zsidó, mint aztán később Krisztus után keresztény korok mártírjai számára egy kapaszkodót, egy eligazítást jelentett, hogy hogyan viszonyuljanak a szenvedést okozó ellenségeikkel szemben. Hogy hogyan gondolkozzanak róluk és magukról. Várva az utolsó időket, várva a történelem végét, várva Isten ítéletét, mert Isten nekik üdvösséget fog adni, és feltámadásban részesíti őket, és akik pedig kegyetlenkedtek és meggyilkolták őket, azoknak pedig a büntetést hozza el. Úgyhogy Dániel proféta könyve ilyen módon ad számot a halottak feltámadásáról. Egyébként közelebb itt nem nagyon ír ennek a hogyanjáról, mikéntjéről, de az nagyon fontos, hogy itt már valóban testi feltámadásról is szó van, tehát nem csak egy szimbolikus feltámadásról, nem csak a nemzetnek a lelki újjáébredéséről van szó, ahogy korábban láttuk Ézsaiás proféta könyve esetén, és nem csak kollektív feltámadásról van szó itt, hanem itt már egyéni feltámadásról van szó. Tehát különböző személyekről, és nem a nemzetnek az újjáéledéséről. De ugyanígy beszél egyéni feltámadásról az ellenség, tehát a Isten ellenségei vonatkozásában is. Nem részletezi ezt, hogy ez hogyan történik, nem részletezi azt, hogy hogy a test hogyan éled újjá, nem éled újjá, hanem hogyan kap új életet. Viszont ugye szimbolikus az a kép, amit itt kapunk, ez, hogy fénylenek, mint a csillagok, és tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy ahogy a csillagokról képzeli a föld lakója, hogy úgy ragyog, örökké ragyog egy csillag, és a csillagos égen számtalan ezernyi milliónyi csillag fénye nem huny ki, mert mindig látszik, hogy világítanak ezek a csillagok. Így kezdtek el gondolkozni arról a dicsőségről, ami ezeknek a
elhunytaknak majd adatik Isten ítélete után, és megjutalmazza ezeket az igazakat. Úgyhogy ez az Ószövetségben ez az a hely, és ez az a kijelentés, hát nem egy részletező kijelentés, de ez az a kijelentés, ami a halottak feltámadásáról a legmerészebben tesz kijelentéseket, és lehetséges, hogy itt már a perzsa vallás is, a zoroasztrizmusnak a hatása is mutatkozik ebben, tulajdonképpen az a dualista világkép, amely Istennek és az ellenséges és a gonosznak a harcát is bemutatja, és valószínűleg a babiloni fogság idején a zsidóság láthatta, hallhatta ezeket a perzsa zoroaszter féle vallásnak a képzeteit, és ez is hatással lehetett az ő halál utáni elképzeléseikre. Úgyhogy ezt is valószínűsítik a biblia kutatók. Akárhogy is volt, az bizonyos, hogy a zsidóságnak egy olyan hite van, amely mindig aktuálisan reagál a megélt valóságra, és itt éppen a megélt nyomorúságra, az átélt nyomorúságra és szenvedésre. És ez a szenvedés az olyan mértékű volt, ami arra készítette föl a Isten választott népét, hogy akár ez a történelem végét is jelentheti, és Isten elhozza az ítéletet, az ő népét megsegíti, és az igazakat, akik kitartóak voltak az élő Isten mellett, és az ő szövetsége mellett, azokat mindenképpen az üdvösségben részesíti, akik pedig elbuktak, árulók lettek, vagy történetesen éppen, hogy ezeket az igazakat megölték, és lehetetlenítették, azoknak a része pedig a büntetés lesz a feltámadás után. Erről szól tehát Dániel könyvének 12. fejezete, és később aztán a jelenések könyve is visszanyúlik ehhez, mint előképhez, mint forráshoz, mint példához, hiszen a jelenések könyve egy más történelmi helyzetben fog megíródni, ott pedig már ugye a keresztény mártírok vonatkozásában. Ennyit szerettem volna akkor a mai bibliaórán a testvéreknek elmondani erről, most pedig csendesedjünk el és imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked, hogy Dániel könyve is a hitnek a példájává tudott válni abban a korban, amikor a hozzád hű zsidó emberek a szenvedésben, a nyomorúságban is kitartottak, és a történelemnek a kegyetlen fordulatai miatt arra gondoltak, hogy itt van az idők vége és a történelem vége. Köszönjük neked, hogy ez a könyv és ez a hit, amely megjelenik ebben a könyvben, később aztán a keresztények számára is vigasztalásul és eligazító tudásként tudott megjelenni. És köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus az, aki éppen Dániel könyvére is utal, akkor, amikor ő maga beszél az eljövendő utolsó időknek a jeleiről, akkor ő
arra figyelmeztetett bennünket, hogy amikor látjuk ezeket a jeleket, akkor ne rémüljünk meg és ne rettenjünk meg, hanem készüljünk fel erre az utolsó időre, hogy felkészültek legyünk, és ne féljünk attól, ami majd az emberiségre vár, hanem hogy készen várjuk az ítéletet. Hogy ne forduljunk el Istentől, ami életünknek a gazdájától és urától, teremtőnktől, gondviselőnktől és megváltónktól, hanem várjuk azt a reménységet, amelyet éppen Jézus Krisztus nyilatkoztatott ki, és jelenített meg számunkra, hiszen ő a mi feltámadott Urunk. Köszönjük neked, mennyei Atyánk, hogy úgy tudunk előre nézni az idők vége felé, az utolsó időkre, hogy az a félelmünket tudja csökkenteni, és a békességünket tudja növelni ebben a Krisztusban, aki legyőzte halálával és feltámadásával a halált, és utat nyitott az örök mennyei hazába, és helyet készített számunkra mennyei Atyánál. Kérünk, mennyei Atyánk, hogy őrizd meg a mi hitünket is, szent lelkeddel erősíts, bátoríts bennünket a mi jelen való körülményeink között is, mert bár ugyan nincs üldözés, de van járványhelyzet, és add, hogy mi is kitartsunk ebben melletted, és ne féljünk és ne rettenjünk meg ettől. Legyél azokkal, akik most különösképpen szenvednek, a betegekkel, a megfáradtakkal, legyél az üldözöttekkel, a hitük miatt üldözöttekkel, áll melléjük, adj nekik erőt és bátorságot és kitartást. Legyél a gyászolókkal, legyél azokkal, akik lelkükben félnek és aggodalmaskodnak. Mennyei Atyánk, kérünk, hallgass meg imádságunkat, amikor magunkért, szeretteinkért és egymásért is így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Végezetül a megkezdett éneknek az utolsó versét énekeljük el. A nagy napon te vigy meg szent kezeddel, ítéletemre áthagyom a büntetést, engedd el. Ígédben nem kételkedem, írd életkönyvébe nevem, vigy teljességre, amen. Köszönöm szépen a testvérek figyelmét, mindenkinek további szép estét kívánok, erős várom Istenünk viszontlátásra!